Szeretettel köszöntök mindenkit. Külön köszöntöm a dobikos arasokat, akik nagy számban megjelentek. Engedjétek meg, hogy röviden ismertessem az elmúlt év eredményeit. Az elmúlt években évente kb. 10%-kal nőtt sportolóink létszáma, jelenleg 130-an vagyunk. Ehhez természetesen a szakmai háttér is rendelkezésre áll, jelenleg 7 képzett edző dolgozik egyesületünknél. Ebben az évben csatlakozott hozzánk Szőke Balázs, akit gondolom nem kell külön bemutatnom. Fontos előrelépés, hogy a szerelések kezdődő beszerzése, az utaztatás, a nyári távolasztatás megmondhatóvá vált. Nagyon fontosnak tartom, hogy már az óvodában is népszerűsítik a kosárlabdát. Az óvi kosarasok a legkisebb korosztály magját alkotják ma. Már a legkisebbeknél a törvénykel is komoly munka folyik, 3 város részvételével rendezett tornán, mind a 6 mérkőzést magabiztossal megnyertünk. Jövőre az egész csapat biztos indulója lesz a kenguru bajnokságon, és reményeink szerint hosszú távon egy ütőképes jó kis csapattá fog összeállni. A kenguru korosztályban 2012-13-as idény elején nagy lendülettel vereség nélkül kezdtünk. Később megnehezítette szereplésünket, hogy a nagyobb városok csapataikat összevonhatták. Ennek ellenére tisztes helytállással végeztünk a felsőházban, Székesfehérvár, Szekszárd és Pécs csapata mellett. 2013. szeptembertől újra a pécsi régióba szeretnünk, 32 csapattal együtt. Az első 3 forduló után volt versenyben az első helyen állunk a Pécsi Rádgéber Akadémiával. A gyermekcsapattal a 2012-13-as szezonban az alapszakaszban nyújtott jó teljesítménnyel bejutottunk a rájátszásba, majd a régiós Jamborin vettünk részt, ahol igaz csak pár ponttal, de lecsúszunk az országos Jambori részvételről. 2013-14-es szezon szeptemberi kezdése óta 6 mérkőzést játszottunk, csak a pécsi csapattól kaptunk ki, így az összesített táblázatban a második helyet foglaljuk el. A cél továbbra is az országos Jambori való részvétel. A serdülők korosztálynál 2012-13-as évben az országos serdülőbajnokságban szép eredménnyel zártunk évet. A legjobb 16 közé sajnos nem sikerült bekerülni. Az alapszakasz végén kb. 80 csapat közül a 17. helyet végeztünk. 2013-14-es idényben az eredményeink ugyancsak kimagaslóak, mert 10 bajnoki mérkőzésből 9-et győzelemmel zártunk, és ezzel a 32-es főtáblára kerültünk. Csoportunkból első helyen jutottunk tovább. A kadett korosztályban a 2013-14-es szezonban a 3. helyen állunk. Szeretnek együtt és egymásért játszani, igazi csapatnak kovácsolódtak. A junior csapat a 2012-13-as idényben a regionális bajnokság 3. helyén végzett. 2013-14-ben megszereztük a regionális bajnokságon az első helyet. De a végés csak is elejtezőn az országos kiemelt bajnokságba sajnos nem jutottunk meg. Ebben a korosztályban a legnagyobb a lemosolódás, számtalan elfoglaltság mellett még így is többen vállalják a heti rendszeres edzést, illetve a mérkőzéseket. Az EB2 nyugati csoportjában a 5. helyen állt csapatunk 3 győzelemmel és 4 vereséggel. Nagyon fontos, hogy a kialakult egy hajdús csapat, amely a vesztett helyzetben is talpra tud állni és hajlandó egymásért küzdeni. A hazai mérkőzéseken egyre több néző tiszteli meg csapatunkat. A mai nap elsősorban az ünneplésről és az együttlétről szól, ezért egyéni eredményeket most nem emelnék ki. Erre jó alkalom lesz a Dombóvári Sportszövetség által január 10-én tartandó közös évértékelő. Köszönet minden játékosnak és edzőnek, a lelkiismeretes munkájáért, a szülők hozzáállásáért,
akik maximálisan lelkileg és anyagilag is segítik a csapatok működését. Köszönet a kosárlabda szerető dombóváriaknak és cégeknek a támogatásokért. Hajrá dombóvári kosársok!
Thank you.
Mondjuk... legyen! Szeretnék kérni akkor...
lehet, viszont tényleg azt szeretném kérni, ne törjétek össze magatokat, mert az nem biztos, hogy olyan ünnepek idején. Úgyhogy tényleg csak az, aki érez magában bátorságot, meg meg próbálni. Jó, ahogy beszéltünk a vázsak, mindenki egyet kettőt ugorban, jó, meg tudod ezt a két perc. Jó, gyertek nyugodtan.
Itt van a